azt gondolom, ahogy több száz évvel ezelőtt is, úgy ma is, a nők és asszonyok azzal küzdenek, hogy az őket körülvevő társadalmi szabályok, elvárások közepette, vagy azokkal éppen szembeszállva megtalálják a saját útjukat. És azt gondolom, hogy ebben a regényben többféle személyiségtípusnak az útkeresése és a saját egyéni válaszai is benne vannak. Engem mindig nagyon érdekelt ez a kérdés, hogy a merev vagy kevésbé merev külső körülmények és társadalmi elvárások hatására a nők hogyan, milyen úton, módon próbálják megtalálni a saját egyéni boldogságukat. Nagyon-nagyon hangsúlyosan az emberi kapcsolatok vannak előtérben, és a politika és a történelmi háttér ez gyakorlatilag így fel van skiccelve, hogy tudjuk, hogy hol játszódik a történet, de engem itt tényleg a férfi-női és a női-női kapcsolatok dinamikája érdekelt. Az Erdély menyegzőhöz képest a főszereplőmnek, Báthori Annának a sorsát tekintve sokkal kevesebb történelmi adat állt rendelkezésemre. Gyakorlatilag ki kellett találnom, hogy mi történik bele ezekben az évtizedekben. És kicsit attól tartok, hogy ki fogok kapni a történészektől. Én próbáltam azért valamennyire olyan történetet kitalálni, ami éppen még hihető, de azért kicsit megutaztattam Báthori Annát úgy Varsótól Isztambulig a kontinensen. És ezt leginkább azért tettem, mert szerettem volna bemutatni például azt, hogy hogyan éltek a nők akkor különböző részein Európának, és hogy mi volt mondjuk a Habsburg udvar asszonyainak az élete, és mondjuk a szultán asszonyainak élete között a különbség. Mert szerintem, hogyha ezeket a női sorsokat vizsgáljuk, akkor egy egészen más szempontból rátunk rá a történelem alakulására. Ebben tényleg az érdekelt, hogy hogyan működik egy olyan rendszer, ahol ez az az időszaka, amit a nők szultánátusának neveznek, amikor a nők átveszik a politikai hatalmat egy hatalmas birodalomban. És engem ennek az a dinamika érdekelt, hogy mi történik, amikor egy olyan közösség, amiben mégiscsak 300 nő van összezárva, és aki már töltött sok nővel egy időt egy helyen, az tudja, hogy ez mennyire furcsa tud lenni. Egy ilyen közösség veszi át a politikai irányítást egy birodalomban. Nekem ez nagyon izgalmas volt, én erről akartam írni. Nagyon sok múlott azon, hogy az egyén hogyan viszonyult a saját sorsához és a saját lehetőségeihez, és ez ma is így van, én azt gondolom.